Verőfényes szép napot, hölgyeim és uraim, szevasztok! Ez itt az Ehető Tudomány első epizódja, ahol a gasztronómián keresztül próbáljuk népszerűsíteni a tudományokat, és ezúttal a matematikát próbáljuk nektek megmutatni. Ezért jött el velem Juhász Tibor barátom, dr. Juhász Tibor, rektorhelyettes úr, aki nem mellesleg matematikus, és kiváló rockzenész, ezt csak így négy szem közt mondom. És a mai napon, ha jól tudom, akkor szalonnasütésen keresztül próbálunk nektek mutatni valami okosat. Azt látom, hogy hoztál magaddal a gitárt. Igen, hát nem nagyon tudom, hogy kell szakszerűen szalonnát sütni, bár sütöttem már jó néhányszor, de azt tudom, hogy egy nem túl pontosan behangolt gitár elengedhetetlen hozzá, úgyhogy ezt én biztosítom. Oké, ezt nagyon szépen köszönöm. Én viszont hoztam hozzá a többi elengedhetetlen kelléket. Kezdjük talán tényleg a főszereplővel, akik hát ma nem mi vagyunk, hanem főszerepben a szalonna. Nagyon szép, nagyon jól néz ki. Ugye milyen guszta? Az illata is nagyon finom, tessék. Érzitek? Azt még nem tudom, hogy lesz ebből matematika, de hát az, hogy szalonnás kenyér lesz, gyönyörű az téglates, nem is gyönyörű téglates. Gyönyörű téglates. Na, akkor adok hozzá még némi hengert, aminek segítségével akár majd szöget is lehet mérni. Ha már matematika, és hát ez pedig jó lesz majd gyújtósnak. Akkor ezt most oda visszük már is a tűzrakóhelyre. A szalonnasütésnek három különböző módját fogjuk megmutatni. Itt van egy szép szalonna, ezt most el kellene harmadolni. Itt jössz te, mint matematikus. Hát ez egy nagyon szép matematikai probléma. Tekintsük ezt a szalonnát most egy téglatestnek, vagy ha úgy tetszik, téglap alapú hasábnak. Nyilván nem az, mert ilyen csak a matematikus fejében van, hogy téglatest, téglap alapú hasáb, de hát a gyakorlatban sajnos ilyenek vannak, úgyhogy most ezt a problémát matematikai gondolkodással, de csak mérnöki pontossággal fogjuk. Csak mérnöki pontossággal. De szerintem ez, nem tudom, a szakács pontosság és a mérnöki pontosság az úgy... Szerintem a mérnökök nem tudnak olyan pontosak lenni, mint a szakácsok. Bocsánat a mérnököktől. Jó, tehát akkor mérnöki pontossággal oldjuk meg a feladatot. Tehát, mint mondtam, ez egy téglatest, vagy ha úgy tetszik, téglalap alapú hasáb, és akkor hát most nyilván a térfogatot szeretnénk megharmadolni, ugye nem pedig a felszínt. Így van, így van. Tehát a térfogatot szeretnénk megharmadolni. Elnézést akkor... kérek, hogy ilyen sendriánul fogalmazok, hogy nem mondok el mindent precízen egy matematikusnak. Tehát igen, valójában ebből a szalonnából három egyforma térfogat... Egyforma térfogatnyi darabra volna szükség. Igen, igen. Csináljuk úgy, hogy azok úgy nagyjából egyforma képpen is nézzenek ki, tehát egyforma alakúak legyenek. Akkor mondjuk azt, hogy ugye tekintve, hogy kell kiszámolni egy téglap alapú hasábnak a térfogatát, alapterületszer a magasság, tehát elég végül is az alapterületet megharmadolni, ugye az alapja a hasábnak téglap, tehát elég a téglap területét megharmadolni. Na most a téglap terület képletére nyilván mindenki emlékszik, tehát elég csak a téglapnak az egyik oldalát megharmadolni. Tehát egy szakaszt kell harmadolnunk. Az mindenki tudja, hogy egy szakaszt hogy tudunk harmadolni a párhuzamos szelők tételének az alkalmat. Ezt mindenki tudja, persze. Jó. Andris, emlékszel még a párhuzamos szelők tételére? Igen, valami rémlik, tehát én is matematikából felvételiztem. Igen, tehát hogyha egy szög szárait párhuzamos egyenesekkel metszük, akkor az egyik száron keletkező szakaszok aránya egyenlő a másik száron keletkező szakaszok arányával. Már csak az a kérdés, hogy hol van itt szög. Hát nyilván ugye van itt egy derékszög. Igen, igen, de most javaslom, hogy ne azt a derékszöget használjuk, hanem készítsünk egy másik szöget, mondjuk tekintjük ezt az egyik szögszárnak, a másikat pedig megpróbálom úgy ebbe a téglalapnak ebből a csúcsából kiindulva ezzel a késsel produkálni. Próbálok úgy vágni, hogy ez a beírdalás ne befolyásolja. Hát ugye a mérnöki pontosság az most itt megfigyelhető, akkor előállt most itt egy szög, ugye, aminek az egyik szára a téglalapnak a... az egyik oldala, a másik szár pedig, amit most itt rajzoltam. Na most ezen a száron kellene három egyforma hosszúságú szakaszt produkálni. Hát ezt én most, ugye most itt vázlatot készítünk, ez nem pontos szerkesztés. A pontos szerkesztés az a nézők házi feladata, majd be lehet küldeni a szerkesztőség címére a szalonna darabokat, hogy sikerült megharmadolni otthon a szalonnát. Tehát ugye itt most felmérünk, akkor felmérjük háromszor ugyanazt a távolságot. Egy, hát ez nem nagyon fog látszani, kettő, és mondjuk három, tehát tegyük fel, hogy ez most háromszor ugyanaz a távolság, és hát akkor ugye azt kellene csinálni, hogy a
téglalapnak ezt a csúcsát ugye az utolsó bejegyzéssel összekötni, és akkor ez lesz az az egyenes, amivel nekünk majd párhuzamosokat kell húzni a másik két bejelölt pontból. Igen, és ugye mivel ezek a szakaszok itt ugye egy az egyhez aránylanak egymáshoz, a másik száron keletkező szakaszok is egy az egyhez aránylanak egymáshoz, tehát akkor mondhatjuk, hogyha ezekkel a pontokkal vágok itt, ezeknél a pontoknál végzek bevágásokat, akkor a szalonna megközelítőleg három egyforma darabra esik szét. Hát a mérnöki pontosság új fennnek figyelhető. Igen. Hát mondhatjuk, hogy nagyjából három egyforma darabot sikerült kivágni. Ezt nagyon szépen köszönöm. És akkor most jövök én, hogy hogyan fogjuk megsütni ezt a szalonnát. Az egyik lehetőség ugye a klasszikus nyásbotos megoldás, ami következik. Fogunk egy darab szalonnát, ezt a másik kettőt eltesszük jobb időkre. Megpróbálom matematikai pontossággal megfelezni. Tehát akkor már itt hatodok állnak elő. Ne bonyolítsuk, szerintem ne bonyolítsuk. Tehát volt egy darab szalonna, ketté vágtuk. Igen. És én úgy szoktam magát a műveletet végezni, hogy először mindig felszúrom a nyásbotra, és utána írdalom be. Akkor csináljam én is ugyanezt, gondolom. Így van, így van. Hát itt közben már történt némi írdalás a szalonán, ami természetesen nem befolyásolja a mi főművünket. Igen, és a nyácsbotra szúrás, az gondolom a bőr alatt kell, hogy történjen. Éppen mondani akartam, köszönöm szépen. És hát ilyenkor érdemes bevágni így majdnem bőrig, és én átlósan szoktam a szalonnát mindig beírdalni. Mondhatnám azt is, hogy most itt szerkeztek neked egy gyökkettőt. Amennyiben egységnyi, megtekintjük a nézet oldalát. Ugye, azért csak rémlik még valami az elemi matematikából nekem is. Ezt remélem egykori tanáraim is nézik ezt a kis videót. És beírdaljuk két-három helyen, sokkal több helyen nem kell. És bevágjam. Jó, a kéletet. Igen, köszönöm szépen. Hogy kell egyébként szakszerűen szalonnát sütni? Van, aki azt mondja, hogy parázson, és sose szoktam azt kivárni. Van, aki azt mondja, hogy lángon az igazi. Hát ritkán van, hogy valaki kibírja várni a parazsat. Nyugodtan lehet már lángon is sütni, csak lényeg az, hogy ne tartsuk bele így közvetlenül a lángba. Mutatom, hogy akkor mi történik. Megkormolódik a szalonna. Tehát a lényeg, hogy tartsuk távol a lángtól, de úgy érezzük, hogy a hő éri. Hogyha szépen lassan csöpög a szalonna belül, akkor az már teljesen jó. És hát szépen rácsurgatjuk a kenyérre. Nagyon jó szalonna, már látszik. Hogy mondják, azt a füst, az kire is jár? Mert most az én vagyok. Mert most te vagy a legszebb, igen. Egyébként honnan lehet tudni, hogy készen van, amikor azt mondjuk? Hát amikor elég zsíros a kenyér. Hát van ettől szebb tál. Jó étvágyat! A második módszer, amit szeretnék megmutatni mindenképp, hát tulajdonképpen nagyon hasonlít az elsőhöz. Itt is nyársra húzzuk a szalonnát, csak egy kicsit maherkodunk vele. Ugyanis először felszeleteljük a szalonnát, most megpróbálok egyenlő szereteket vágni belőle, hogy egyforma vastag legyen, és átvett engem is így valahogy ez a matematika szellemisége. Ezért most megpróbálok ilyen digitális módszert alkalmazni, hogy mindig csak felezem. De akkor 260 darab szeletet kapsz, az nem lesz zavaró? Nem. Jó. Igen, és akkor még ezeket is ketté vágom, és ez így 2/3, azaz 8 szelet szalonna lesz végeredménybe. És hát meg is fosztom a szalonna bőrétől. Erre most nem lesz szükségünk. Tudom, hogy szentségtörés lenne, hogyha én ezt csak úgy kidobnám. Megígérem a kedves nézőknek, hogy elteszem, és majd a következő babgulyásba alkalmazni fogom. Tehát itt van 8 szelet szalonnánk. Akkor most kellene nekünk 8 szelet kolbász. És a végére nincsen szükség, ezért ez egy kiváló lehetőség arra, hogy empirikus evidenciát vegyünk, hogy a minőség megfelelő-e.
Szerintem jó behagyhatjuk. Oké. Nyolc ilyen, hát kicsit ilyen vastagabb szelet kolbász, hát ilyesmi vastagságú kolbászokra van szükségünk. 4, 6 és 8. És akkor most jön a művelet. Kapjál te is egy nyásbotot, felszúrunk egy szalonnát. Itt most úgy nagyjából a közepére törekedjünk, vagy? Nagyjából a közepére, igen. És akkor rászúrunk egy szelet kolbászt. Ez nem fog sikerülni. Hát próbáld meg a kör középpontját megtalálni. És ha csak az egyikre... Ja, igen, igen. De fog ez menni szerkesztés nélkül is, csak mondom. Csak úgy empirikusan. Igen, igen. És akkor úgy rakjuk, hogy egy szalonna, egy kolbász. Egy kolbász. Akkor én most kitűznék egy feladatot, jó? Hogyha nem ragaszkodnánk ez az elrendezéshez, hogy egy szalonna, egy kolbász, akkor úgy összesen hányféle elrendezés lehetséges? 4 darab szalonna és 4 darab kolbász esetén, hogyha a szalonna szeletek és a kolbász szeletek között nem teszünk különbséget. Mármint a 4 kolbász szeletet azt egyenértékűnek tekintjük, és a 4 szalonna szeletet is. De ugye nem kell ezt most megoldanom. Nem, a válaszokat a szerkesztőségbe várjuk. Oké, köszönöm. Na most jön ez a ügyes kis szerkentyű. Hát az ortodox szalonna sütők nem szokták szeretni. Hát igen, izgulok is egy kicsit, mert én olyan mondatokat szoktam hallani, hogy ezzel szalonnát sütni olyan, mint, és ezt most nem tudom úgy befejezni, hogy a 18-os karikát ne kelljen kitenni a sorra, pedig azt. Na most... pedig azt nem szeretném. Igen, el szeretném mondani akkor, hogy általában ezt senki se szereti, egészen addig, amíg ki nem próbálja. Megvannak az előnyei. Tulajdonképpen röviden és tömören elmondom a kedves nézőknek, ahogy aztán be is mutatjuk. Berakom a tűzbe ezt a szerkentyűt, jó átforrósodik, a szeletekre vágott szalonnát belehelyezem a belsejébe, és ahogy nyomom össze, itt szépen folyik ki a finom, tiszta szalonna zsír. Mik ennek az előnyei? A szalonna maximálisan kisül, nagyon finom szalonna chips marad mögötte, és elég, hogyha egy valaki dolgozik. Nincsen verekedés a tűzhely körül, csak egy valakit odaállítunk, és üti a szalonnát, a többieknek félre lehet tűrni. Jó munkát adni. Köszönöm szépen. Kérlek szépen ezt hozd magad. Mégiscsak 2 emberes ez. Belehelyezzük a parázsba, a tűzbe, megvárjuk, hogy átforrósodjon, és utána pedig mutatom, hogy hogy kell vele bánni. Nagyon tuti lesz, majd meglátják. Ez már elég meleg. Úgy lehet látni, hogy enyhén füstöl. Uh-huh. Hogyha nagyon füstöl, akkor egy picit inkább hagyjuk kihűlni, de ez most így pont jó lesz. Ilyenkor rádobunk 2-3 szelet szalonnát, amennyi belefér. És a zsírnak az elejét ezt egy picit visszaengedjük a tűzbe, hogy a koszos rész kijöjjön. És nézd, nagyjából olyan 20 másodperc alatt egy szelet kenyeret el lehet készíteni. Parancsolj, a szebbiket kapod. Jó, köszönöm szépen, nagyon megtisztelő. Andris, köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és ezáltal sikerült a szalonnasütési képességemet még magasabb szintre emelni. És megmutatni, hogy a tudomány ehető is tud lenni. Igen. Én is köszönöm szépen, hogy eljöttél, egy élmény volt. Tényleg egy élmény matematikussal főzni, javaslom, hogy próbálják ki a kedves nézők. És hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és tartsatok velünk legközelebb is. Viszontlátásra, sziasztok! Sziasztok! Jöjj Oroszország, vodka virág, nevetést ékem a véred. Pince fehérek a volgai fák, és tejszíni szűz ez az élet. Ha lebukik fejem, és úgy zokogok, haloványul bennem a bánat. Veretik körülöttem az ősi robot, szaladok hajnal utánad. Ez a csontpufogás, ez a hantirege, hitemet hirdeti hívem. Kataton bálvány, légy fekete, hiszen elkártyáztam a szívem.